Köszöntöm Önöket, ez a hírháttér. Ma asztali teniszezni fogunk, ugyanis vendégem az MTE 1904 Hofer szakosztály vezetője, Varga Ferenc Franci. Talán így ismernek a legtöbben téged. És ott hagytuk abba a legutóbbi beszélgetésünket, hogy gyakorlatilag a zöld asztalnál eldőlt, hogy az extra ligában maradhat a csapat, és ott megfogalmazta egy olyan célt, hogy hát végezzünk az ötödik helyen. Ez egy óriási vállalás volt szerintem akkor részedről, de ez sikerült. És most egy kicsit beszéljünk el a bajnokságról, hiszen nem voltál itt azóta, ez mindenféleképpen fontos. Viszont ugye kérdezem tőled az elején, hogy most akkor szuper vagy extra liga, és mondtad, hogy szuper vagy, de az extra liga. Így van. Úgyhogy mi a különbség az NB1 meg az extra liga között? Hát óriási különbség van, tehát NB1-et, ugye úgy kerülsz eleve be az extra ligába, hogy megnyered az NB1-et. Tehát tulajdonképpen az NB1 egy másodosztálynak fel? Az egy alattunk van egy osztállyal, és úgy gondolom, hogy legalább 6 pont különbség egy 11-es szetben, egy extra ligás vagy egy NB1-est összerakunk. Tehát jelenleg elég éles. Hogy van felépítve az asztali Magyar Asztali Szövetségnek a versenyrendszer? Hány osztályban? Ugye hát a Magyar Nemzeti Bajnokság az elindul az NB3-tól, aztán 2, aztán 1, és egy után van az extra liga, ami mondhatjuk válogatott szint. Régebben voltak megyei szintű bajnokságok, van, és ezek léteznek van, még? Itt még van, nekünk van csapatunk. Remélem már csak idén vagyunk, saját nevelésű gyerekekkel elindultunk, és nagy valószínűséggel meg is nyerjük az első osztályt a megyében, és most indítom el a saját nevelési csapattal a NB3-at majd a jövő szezonban. No, beszéljünk akkor az előző szezonról, amiben végül is a szerencsének, illetve hát nem csak a szerencsének, tulajdonképpen a lehetőségeket kihasználva sikerült megtartani az NB, vagy az extra ligás tagságunkat. Hogy alakult az elmúlt szezon? Hát csodálatosan alakult, nehezen indult, mert valahogy nem jött össze, mindig 4-3-ra az első meccsek elmentek. Azokat, amiket 100%-ra vártam, hogy azt biztos behúzzuk, az nem sikerült, és akkor meg kellett a közepét és a végét nagyon nyomni, és a célba élve úgy, hogy sikerült ez a dolog, amit elterveztem, és amit meg szerettem volna valósítani, hogy a csodálatos ötödik hely Magyarországon, 12 csapatból az ötödik. Hát mondhatom, hogy hát nem volt még ilyen magasságban. Nem, még nem volt a helyi asztalon. Beszéljünk egy kicsit a csapatról, kikből áll, és hogyan tudtuk, vagy tudtátok kihozni magatokból ezt az eredményt. Vagy ha jól tudom, azért az edzés munkában nem tudsz részt venni, úgymond. Tehát nem, igazából nem, én az asztalitenisznek a vezetője vagyok, de edzés munkában már nem tudnék újat mutatni a srácoknak, vagy mondani. Természetesen saját maguk edzenek, van itt is, nálunk is edzés néha, de legtöbbször a Budapest és Gerold Gábor például az Budapesten, ez Ócsai Máté és Budapesten, ez vele. Nagyon összeraktuk a kettő a két embert, ugyanis párosban tavalyi szezonban csak ketten tudták a Magyarországon őket megverni. Tehát annyira erős lett a párosunk. Gerold Gábor egy rutinos, nagyon jó játékos, Magyarország egyik legjobb játékos, a legfinomabb kezű játékosa. Németh Pétert se hagyjuk, akkor már ki hárman vagyunk a csapatban, ifjabb Németh Péter Mosonmagyaróvár, Ócsai Máté és Gerold Gábor, és csodálatosan játszik mind a három játékos, ami nagyon fontos, hogy kiemelni, hogy a Mosonmagyaró játékosunk, a Németh Péter, ő annyira szorgalmas, annyira az asztali tenisznek él, hogy hihetetlen munkát belefektetve a legjobbak közé tudott kerülni, és nagyon büszkék vagyunk rá, mind a három játékosra, de Németh Péterre kicsit jobban olyan szempontból, hogy Mosonmagyaróvári. Legközelebb Pétert is várjuk akkor, hogyha elhozod magaddal mindenféleképpen. Hát ő nagyon régóta Mosonmagyaróvári, meg hát itt is kezdett. Hát ő született, itt kezdett. Ez a klubnak mondhatni az egyik legnagyobb büszkesége, ha nem a legnagyobb büszkesége, hanem a klubnak, a szakosztálynak természetesen. Mondtad, hogy azért voltak nehézségei ennek a szezonnak. A hullámvölgyeken hogyan jutottatok túl? Igazából azt gondolom, hogy nem a játékosokkal volt probléma, szerencsek volt a másik félnél, aztán hogy jutottunk túl, én azt gondolom, hogy az volt a vezetés dolga. Tehát megteremtettük a biztonságot, megteremtettük azt a milliót, hogy itt érdemes játszani, itt mindent beleteszünk abba, hogy itt siker legyen, és nagyon-nagyon jóba vagyok a csapattal. Tehát mi nagyon ilyen családként vagyunk. Itt nincs vezető, itt nincsen ilyen játékos, olyan játékos. Itt a lényeg az, hogy
Ha említhetem Gerold Gábornak a mondatát egyszer, azt mondja, hogy ő még soha nem volt így megbecsülve, pedig már azért elég régóta játékos, bajnok csapattól jött, meg sok helyen játszott, mint ahogy most a Magyarban meg van becsülve. És ez a megbecsülés, ez most az emberi, vagy a pénzügyi részét? Mindkét része nagyon fontos. Meg gondolom, itt azért hiszem, már nagyon komoly profizmusról beszélünk. Így van, a lényeg az, én azt gondolom, hogy hát pénzt azt mindenki ki tudja fizetni, de nem mindegy, hogy hogy adod azt a pénzt. Meg hát sem biztos, hogy mindenki ki tudja jó, fizetni. Jó, természetesen, azért, de aki valamit az... vállal, vagy egy ilyen szinten van, ott már nem nagyon lehet probléma a pénz. A pénz, az, ugye ez is az én felelősségem, én dolgom, meg kell teremteni, hogy ez a csapat tényleg jól működjön, de pénz, azt mindig azt mondtuk, a pénz volt, lesz, ha nem is lesz, majd lesz, dolgozni kell rajta. De az emberség, ami a csapatban, ami minket így rendben is körülvesz, a szeretet, az egymás odafigyelés, törődés, azt tesz, én azt gondolom, ezt a csapatot még többé, mint azt, ahol csak a pénzügyi van rendben. Mennyire látják az utánpótlási játékosok azt, hogy hogyan dolgoznak a nagyok, úgymond? Mert ugye mondtad, hogy két játékos is Pesten edz, jó Péter itt van Óváron. Igen, tehát példaként állítjátok a gyerekek. Én azt gondolom, most már példaként, sőt, ez is nagyon ritka volt, de bevezettük, nem kötelező, de minden egyes extraligás mérkőzésünkön itt Moson-Magyaróváron ott vannak a gyerekek. Hogy néz ki, hogy most a hátországa az egyesületnek? Tehát mennyi gyerekkel foglalkoztok? Hát én azt gondolom, hogy most már aki aktívan látogatja, az olyan 30 fölött van, és akkor az alatt ugye a versenyzők, akik komolyan tényleg profin edzenek, és ami nagyon fontos, hogy mi nyáron sem hagytuk abba. Mikor más nyaralt, utazgatott, akkor a versenyző gyermekeinknek minden nap volt edzés. És az most meg is látszik, mert már engem is, a kicsik is megszorongatnak, és elég jó helyzetben vannak ellenem. Úgyhogy én úgy látom, hogy az a nyár, az a pár hónap, hogy ezzel az új edző... Ja, és el sem mondtam még a lényeget. Tehát végig csináltuk a nyarat, de ami nagyon fontos, hogy most két edzővel dolgozunk már. Hoztunk egy profi edzőt, Katona Gergelyt, aki szintén extraligás játékos. Ide költöztettük Budapestről, és napi hétfőtől péntekig edzést tart a gyermekeknek, és van egy segédedzőnk, akit úgy hívnak, hogy Vörös József. Tehát most már nem egy edzőre hagyom ezt a sok gyereket, hanem kettővel elosztva, és akkor szépen mennek a műveletek sorba. És nagyon köszönjük innen is Katona Gergelynek, hogy ezt felvállalta. Egy nagyon profi klubtól tudtuk megszerezni, és Moson-Magyaróváron alkalmazni, és ide költözött miattunk. És azok, akik hobbiként tekintenek erre a sportra, azokkal tud együttműködni a szakosztály, vagy azok máshol kell megtalálni? Nem, természetesen. Mi elsősorban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok tudjanak sportolni, bárki megkeres bennünket, a tudása szerint össze fogunk neki állítani egy edzéstervet, össze fogunk állítani egy idővonalat, ahol ő tud ugyanúgy sportolni, mint a többi gyermek. Tehát nem csak az asztalnál vannak edzések, most már nagyon profi szinten mozgunk, tehát itt különböző segédek, eszközökkel nagyon komoly erőléti edzés folyik, úgyhogy nem csak asztali tenisz folyik, mint régen, hogy ütünk az asztalnál, hanem nagyon profi felépített edzés van most a Magyaróvárban. Az edzések változatlan közegben, meg a meccsek is itt a építők, vagy gyári? Így van, mint ugyanabban a teremben vagyunk. Egyre jobb lesz a helyzet, most van elég asztal, szintén asztalunk megvan, megcsináltattunk minden, fények rendben, villany rendben, mindent a kis pénzünkből fenntartunk, rendbe tartok, tehát egészségesen lehet sportolni. Ha van olyan szülő, aki most látja ezt az interjút, akkor simán megtalál benneteket? Természetesen, ugye. Van a Facebookon, megtalálnak bennünket, hogy Moson-Magyaróvár asztali tenisz. Akkor a Gyájév, ugye Attila utca, az én lakom ott, elnézést, tehát a Határőr utca 14-ben, hétfőtől péntekig, délután 3-tól, bármikor bátran jöjjenek, keressenek bennünket, és tudunk nekik segíteni a sportban. Még nagyobb célokkal fogott neki a profi csapata az idei extraligának. Mik ezek a célok? Vagy mi ez hát a cél inkább? A cél az, hogyha már ilyen szépen fejlődtünk, és ilyen szép eredményt értünk el, akkor nagyon nagy álom volt, amit én mondtam neked Murkos, hogy egy ötödik hely az óriási álom, most azt mondja, hogy egy nagy álom a Final Four-ba bekerülni, ami egy külön
két-három napos rendezvény Budapesten, ahol már komoly televíziós stábtól kezdve mindenki ott van, ahol tényleg meg tudjuk mutatni, hogy igazán jól dolgozunk, az a negyedik hely. Tehát az első négy helyben valahol bekerülni, és ott van egy plusz verseny, két nap alatt eldől, hogy ki a Magyarország legjobbja, a második, harmadik és a negyedik. Ezen és erre kívül... mennyi esély van? Mekkora a távolság az ötödik és a negyedik Nem igazán. Vagy hány pont, hogyha mondjuk itt... De az igazság az, hogy tényleg olyan szinten vagyunk, hogy bárki nyerhet. Bárki nyerhet. Megvan az a két extra csapata, akit biztos, hogy nem tudnak első-második helyzetet, de bármi lehet most. Én azt gondolom, hogy ha így dolgozunk, mint eddig dolgoztunk, akkor akár a negyedik hely meg lehet, a többiről meg nem is mernék beszélni, de akár a negyedik, és a negyedik megvan, akkor az a pályafutásomnak a legszebb-legszebb eredménye, és csoda. Hányadik helyen állunk most, és mik a... Most még nem tudunk mit mondani, megnyertük a mérkőzéseinket, úgyhogy most még erről korai lenne beszélni. Hogy mikor lehet izgulni? Mikor legközelebb tudsz jönni és elmondani, hogy sikerült vagy nem sikerült? Hát azért még ez azért hosszabb, de mondjuk kicsit lerövítették a szezon, mert dupla fordulók is vannak. Pécsen vagyunk szombaton, vasárnap itthon játszunk, soha eléggé... pörgős lett ez a helyzet, de én azt gondolom, hogy ahogy úgy érezzük, hogy most már nagyon nagy az izgalom, és tényleg csak ezt hiányzik, akkor jeletjük neked, felhívunk, üzenünk, és elmondjuk, hogy úgy néz ki, hogy jól vagyunk, és sikerül. Reméljük így lesz, és a Városi Televízió be tud majd számolni ilyen jellegű történelmi sikerekről. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért a Final Four az asztali teniszben is egy a legnagyobb dolog, ami talán összejöhetne. Hát köszönöm szépen a jó híreket, hogy ezekkel eljöttél és elmondtad. Azt hiszem, hogy aranykorát éli a Moson-Magyaróvári asztali tenisz most is. Varga Ferenc Franci, az MT 1904 Hofer asztali tenisz szakosztályának vezetője volt a mai vendégünk. Köszönöm, hogy bennünket választottak. Keresenek social media felületeinken. Kollégáim nevében búcsúzom. Viszontlátásra, viszonthallásra.